Jó napot kívánok, Gyenes Viktor vagyok. Munkahelyemen a Litéri Református Általános Iskola udvarán készítettük el kollégámmal ezt a bemutatkozást, hiszen ennél autentikusabb hátteret nem is választhattunk volna ehhez az alkalomhoz. Pályám kezdete óta általános és középiskolai tanárként dolgozom. A tanárképző főiskolát földrajz környezetvédelem szakon végeztem. Általános iskolában tanítottam földrajzot, természetismeretet, technikát, egészségtant, kémiát és hon- és népismeretet. Voltam osztályfőnök, vezettem iskolai diáksportkört, és túravezetőként minden hónapban természetjáró szakköröket szerveztem a diákoknak. Észrevettem, hogy az általános iskolás korú diákok nagyon fogékonyak és nyitottak a környezetvédelemre, a fenntarthatóság pedagógiájára, arra, hogy a világunk milyen jövőkép felé halad, és hogy mi emberek mit tudunk tenni. Éppen ezért nagyon korán csatlakoztam már környezetvédelmi projektekhez, szemléletformáló előadásokhoz, amelyekbe mindig igyekeztem bevonni diákjainkat. A gyakorlatban a túrák, kirándulások, terepgyakorlatok alkalmával arra törekedtem, hogy mindaz, amit az elméletben, a tanteremben megtanítunk a diákoknak, a gyakorlatban is megláthassák, megtapasztalhassák és megérezhessék a természetben, és ezáltal az életük részévé váljon. Hiszem és vallom a magyar természetvédelem hármas jelszavát, a megismerni, megszeretni és megvédeni jelszavakat, és úgy gondolom, hogy az általános iskolás korban nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyermekekben ezt tudatosítsuk, hiszen csak azt fogják megvédeni, amit ismernek és amit szeretnek. Miután mindkét szakomból, földrajzból és környezetvédelemből is megszereztem az egyetemi diplomákat, taníthattam középiskolában, érettségiztethettem, és nagyon büszke vagyok arról, hogy volt diákjaim közül nagyon sokan szereztek diplomát agrármérnöki területen, illetve környezetvédelmi területen. 2015-ben egy új kihívás elé nézhettem, megbíztak a Litéri Református Általános Iskola intézményvezetői pozíciójával, így azóta ezt a feladatot is ellátom, amellett természetesen nem engedtem el eredeti szakmámat, és maradtam általános iskolai tanár is, és ezt a mai napig büszkén is vállalom. Pedagógus szakvizsgát szereztem közoktatási vezetőként, befejeztem Sopronban a környezettudományi doktoriskolát doktori szigorlattal, és később pedig gazdaságtudományi területen szereztem diplomát, amely hozzájárul ahhoz, hogy intézményvezetőként is megállhassam a helyem. Szeretném a pályámat továbbra is intézményvezetőként, és természetesen általános iskolai tanárként folytatni, ezért ugyanúgy tartom a földrajzórákat, viszem kirándulni a diákokat, kollégákkal együtt, és hiszem és vallom, hogy a következő generációnak át tudjuk adni mindazon ismereteket, attitűdöket, amelyek egy fenntarthatóbb világhoz vezetnek, és tudjuk őket nem csak oktatni, hanem nevelni is. Köszönöm szépen!